Sziasztok! Ma a hajápolásról szeretnék beszélni. Nem minthogyha egy nagy specialista lennék, revettem, hogy bizonyos trükkök eléggé jól működnek a hajamon, úgyhogy meg szeretném ezeket osztani veletek. És akkor kezdeném a samponnal. És azt szeretném mondani a samponnál, hogy én nem nagyon hittem, hogy vannak különbségek a samponok között. Amíg nem mentem Finnországba az Erasmusszal, és ott rettenetesen hideg volt, és annyira tönkrement a hajam, le kellett vágjak vagy 10 centit belőle, mikor hazajöttem, és hogy megmentsem valahogy a hajamat, ami még maradt, meg kellett vegyem a legápolóbb sampont, amit találtam a boltokban, és az eléggé jól helyre pofozta, szóval azóta bizony megtanultam, hogy vannak különbségek, és igenis számít, hogy milyen a hajtípusod. Először is azt szeretném mondani, hogy az én hajam zsírosodásra hajlamos. Nagyon ritkán akár korpásodik is, de azért, ahogy öregszem, egyre kevésbé zsírosabb, és néha szüksége van egy kis extra hidratálásra. Amit én észrevettem, hogy jó tenni, az, hogy több samponod legyen, mert néha a hajadnak szüksége van más ápolásra. Ahogy mondtam, nekem zsíros a hajam, szóval leggyakrabban ilyen zsíroldó sampont szoktam használni. Most nekem van egy ilyen az Oriflame-től, citrommal, és van a Pantene-től. Ezeket használom a legtöbbször, viszont, ahogy mondtam, ritkán szükségem van egy kis korpásodás elleni samponra, úgyhogy van ilyenem is. Ezt mondjuk egyszer-két hetente használom, nem annyira gyakran, mert nagyon jól hat, nagyon szépen kitisztítja a fejbőrömet. Amellett még én ritkán szoktam hajszárítóval szárítani a hajamat, mert nem szeretném kiszikkasztani, viszont van, amikor kilapítom a hajamat, és akkor azon a héten használok egy ilyen keratinos regeneráló sampont. Ezt is ritkábban használom, mert nincs annyira nagy szükségem rá, mert a hajam eléggé jó állapotban van, de néha-néha igazán jól esik neki egy kis extra ápolás. Amellett mindenkinek ajánlok egy olyan sampont, amit akár minden nap is lehet használni, ha olyan helyzetben vagy, hogy nagyon sokat kell sportolj, vagy sok fizikai munkát végzel, és szeretnél egy olyan sampont arra az időszakra, ami nem szárítja ki nagyon a hajadat, és nem nehezíti el, úgyhogy nekem van ez az Yves Rocher-s samponom, tisztára klasszikus, ezt minden nap lehet használni, eléggé fel van oldva, szóval nem annyira erős, és azt ajánlom nektek, hogy gondoljatok bele, hogy milyen a hajatok, mire van szüksége, és nyugodtan több sampont is használhattok egyszerre, ezzel nincsen semmi baj. Amellett az évszakokkal is változik, hogy a hajunknak mire van szüksége, és most szeretnék egy kicsit beszélni a férfiak hajáról is. Nagyon sok férfi a hajhullással küzd, úgyhogy a férjem már évek óta hajhullás elleni sampont használ, ez mondjuk az Yves Rocher-től van, de legtöbbször a Farmektől is szoktunk venni, és azoknak is ajánlom, azoknak a férfiaknak is, akiknek még nem hullik a haja annyira, mert amikor már kezd hullani, egy sampon nem elég, szóval oda kell speciális szer is, meg mindenféle kencefice, de amíg nincs probléma vele, addig egy sampon eléggé jól hat. Azt szeretném bemutatni, hogy sampon után hajbalzsamot is szoktam felkenni a hajamra, és nem feltétlenül közel a fejbőrömhöz, mert akkor zsírosodik, de inkább a hosszára szoktam felkenni a termékeket. Nekem van most kettő, igazából azért mutatok nektek ennyi terméket, mert nekem itt Kolozsváron és a szüleimnél is van fürdőszobám, úgyhogy összegyűjtöttem az összes termékemet, de normálisan senkinek se kell
ennyire sok termék, azért van bizonyos termékből két darab, ha bár senkinek sincs szüksége két hajmaszkra, két hajbalzsamra. Nekem van ez a Naturaliumtól, a Kendra boltban vettem, gyönyörű finom vanília illatú, és van egy ilyen szennyeződés ellenes Yves Rocher hajbalzsam. A hajbalzsamot arra használom, hogy ne töltődjön fel a hajam, ez az első ok. Egy másik ok, amiért hajbalzsamot használok, az az, hogy tápláltabb legyen, és puhább, és könnyebben is ki lehet fésülni, mert így siklik, a hajszálok siklanak egymáson, és akkor nem gubancolódnak annyira össze. Hetente egyszer hajmaszkot is felszoktam kenni a hajamra, és most van kétféle, amiről szeretnék beszélni. Az egyik az, amit vehetsz a boltokban is, ilyen sima hajmaszk, vagy ilyen otthon készült. És az otthon készültről azt szeretném mondani, hogy nekem nagyon bevált a sima, a teljesen sima étkezési napraforgó olaj, amikor azt akartam, hogy gyorsan nőjön a hajam. Egyszer hetente bekentem az egész hajamat néhány kanál napraforgó olajjal, és oh, wow, olyan hamar kezdett nőni. Egy dolog, amit megemlítenék az otthon készült hajmaszkokkal kapcsolatban, hogyha mézet is kentek bele, vigyázzatok, mert nem feltétlenül akartok mézet használni, mert a méz egy kicsit kifakítja a hajad színét. Hogyha olajat fogtok rakni a hajatokra, számítsatok arra, hogy vagy háromszor kell utána besamponozni a hajatokat, amíg véglegesen kimegy belőle az olaj. Szóval ezért hasznosak azok a maszkok, amiket meg lehet venni a boltból, és be szeretném mutatni, hogy mik vannak nekem. Először is ez a keratin maszk a Gerovitaltól, ez nagyon jól megy a keratinos samponnal. Utána van a Nálától egy hajmaszkom, és ahogy észre fogjátok venni, maga az állaga egy hajmaszknak sokkal keményebb, szilárdabb, mint a hajbalzsam. És hogyha van a ti bevásárlóközpontotokban egy Nála, akkor igazán ajánlom őket. És hogyha nem szeretnétek befektetni egy nagyobb hajmaszk konténerbe, lehet venni ilyen egyszerű használatú adagokat, ahol már ki van számotokra adagolva, hogy mennyi szükséges. Itt van például a Gliscourtól egy kis adag, ez 12 lejér árulják a DM-ben, vagy a legeslegkedvencebb hajpakolásom az az Oriflame-től van, banán illatos, annyira finom, hogy jön, hogy megegyem. Vettem most 4-et, és alig várom, hogy felrakjam a hajamra őket. Hogyha szereted használni a hajszárítót, vagy hogyha szeretnél egy kis extra csillogást a hajadba, akkor vannak olyan hajápoló sprék, amiket nem muszáj lemosni. És most beszeretném mutatni azt, hogy én mit használok. Ez az Elsafe-től van. Ezt fel kell rázni, mert két fázisos, és ilyen felvert állapotban ilyen halvány rózsaszín a színe, és ezt akkor szoktam felfújni a hajamra, miután megszikkasztottam kicsit a törölközővel, és szépen befújom az egész hajamat, és utána esetleg egy-két nap múlva ismét besprézem a hajamat vele, hogy kicsit jobban csillogjon a hajam, jobb illata legyen, és ápoltabb legyen. De ilyen hajápoló sprék, ezek tényleg már csak extrák, hogyha extra puhának szeretnéd a hajadat. És nekem van még egy termékem, amit csak akkor szoktam felvinni a hajamra, amikor tudom, hogy a következő nap megmosom, mert egy kicsit olajos, és olajosabb lesz tőle a hajam, és ez egy éjszakai szérum. Ezt felviszem a hosszára, és főleg a végeire. Annyira fantasztikus illata van, gyönyörűen finom parfümös lesz tőle a hajam, és észrevettem, hogy tényleg ápolja a hajvégeket. Utána
Én 3-szor szoktam megmosni a hajam egy héten. És ez lehet, hogy egyeseknek túl sok, de ahogy mondtam, eléggé zsíros a hajam, úgyhogy számomra 3 az egy tökéletes szám. A harmadik nap, hogyha kimegyek a házból és csak este tudom megmosni a hajamat, akkor nem nagyon néz ki jól, és erre annyira tudom ajánlani, hogy vegyetek száraz sampont. Nekem 2 száraz samponom is van, egy ilyen regeneráló a Gerovitaltól és egy zsíros hajra való az Oriflame-től. Ez a kedvencem, mert felszívja a zsírt. Nagyon egyszerű használni, és csak besprézed, és szépen bemasszírozod, minél közelebb a fejbőrödhöz, mert ott van inkább a zsír, és néhány perc masszírozás után szépen kifésülöd a hajad, és boom, felfrissült a hajad, és úgy néz ki, mintha tegnap mostad volna, meg nem tegnap előtt. De ez lenne a hajápolási videóm. Azért nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és kérlek szépen vigyázzatok magatokra. Sziasztok!